Milady lépett fel elsőként a Dunakapu téren szombat este, a tehetséges győri zenész videói több milliós megtekintéssel szerepelnek a legnépszerűbb videó megosztó portálon. Noémi nagy feladatot kapott, hiszen a világhírű Slade zenekar előtt kellett feltüzelnie a közönséget. A Rock Milady egy szám erejéig segítséget is kapott ehhez, hiszen a basszus gitáros húgát is a színpadra hívta. Eközben a színpad mögött a backstage-ben néhány lelkes rajongó íratta alá a relikviáit a Slade tagjaival, dr. Dézsi Csaba András is egyeztetett Dave Hill-lel az együttes ikonikus alakjával, aki a Győr Plusz televíziónak nyilatkozott is a fellépés előtt. It's great to have so many number ones. Nagyszerű dolog, hogy ennyi number van, slágerünk van, megpróbáljuk az összeset eljátszani a győrieknek. Sok boldog emberre számítunk, már eddig is rengeteg kedves rajongóval sikerült találkoznunk, akik számos régi relikviát, lemezeket, posztereket őriznek a zenekarról. Ezeket pedig örömmel írtuk alá, és néhány fotó is elkészült. Mindig meglepődök azon, hogy az együttes még mindig milyen népszerű a világ különböző részein. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenkinek kellemes estét kívánok! A világhírű fellépők előtt dr. Dézsi Csaba András polgármester köszöntötte a koncertre érkezőket. Remélem, hogy élvezték azokat a koncerteket, amiket Győrben tartottunk az nyáron. Fantasztikus dolog volt, hogy a Covid után kiszabadultunk, és együtt lehettünk, szórakozhattunk. Nagyon bízom abban, hogy már nem leszünk bezárva a következő hónapokban, de az biztos, hogy ma még egy nagyon komoly buli lesz. Itt van a színpadon a Slade együttes egy pár másodperc múlva. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, szívügyünk Győr! A Slade az elmúlt 50 év egyik legizgalmasabb brit zenekara. A nyers, gyakran vérfagyasztó, szabadszájú dalokat játszó zenekar kezdeti koncertjeit feltűnési botrányok kísérték végig. Jimi Hendrix menedzsere látta meg bennük a fantáziát, és faragott belőlük olyan együttest, ami egészen a világhírig repítette őket. A Slade 1972 és 74 között 6 number one slágerrel és 2 number one albummal büszkélkedhetett. A szombati győri koncertjükön több ezren buliztak a Dunakapu téren. I'm